ready. Lágy Jazz zenével nyílt meg a Festészet Napja országos rendezvénysorozat egyik kiállítása az Új Buda Galériában. A kerületben rengeteg helyszínen emlékeztek meg az ünnepnapról, amin nem lehet csodálkozni, hiszen annak idején 2002-ben itt alapította meg 5 művész a Magyar Festészet Napját, amely mára az egész országot átszövő, határokon is átívelő művészeti fesztivállá nőtte ki magát. Az Új Buda Galériában a kezdetben rézkarcaival híressé vált, majd a festészetre átnyergelő Takács Márton budapesti képeit tekinthette meg a közönség, melyekhez harmonikus ízt adott a Kameleon Big Band zenészeinek játéka. A művészt Feledi Balázs méltatta. Az ő indulásánál nagyon fontos tudnunk, hogy ő képgrafika szakon végzett, és kitűnő rézkarcosként indult, és fantasztikus rézkarcokat csinált, rézkarc sorozatokat és illusztrációkat, és hosszú évekig tulajdonképpen ezzel tűnt ki a kortárs magyar művészetben ez a mély nyomású grafikai technikáknak a kitűnő ismerőjeként. Ez csak azért érdekes, mert akkor ő nagyon tematikában gondolkozott, sok irodalmi ihletési munkát készített, és aztán később utazásai folytán egy igazi európér alkat Takács Márton, aki sokat megfordult Párizsban, kapott egy római ösztöndíjat, és a városoknak az inspirációja és a színek iránti vonzalom valahogy egy érdekes irányváltást hozott a piktúrájában, illetve a művészetében, és kialakult ez a festészeti rendkívül erős, mint tulajdonképpen, mintha kitört volna belőle egy látensen benne lévő olyan vonzalom, hogy csak festeni. És mostanában, ha meglátjuk Takács Márton képeit, akkor ez az öröm ér minket, hogy itt a festészetnek az öröméről van szó. Majd, hogy nem azt mondanám, hogy topzódás, amit csak azért nem mondok, mert ugyanakkor ő színekben nagyon ökonomikus, nagyon jól szervezett, valami tehát maradt a grafikai precizitásból, de mindenképpen lehet érezni azt, hogy kiszabadult egy ilyen igazi alkotói festői véna. Ez egy nagyon érdekes tanulság az ő életpályáján. Takács Márton szerint is érdemes néha felülvizsgálni az általános közvélekedést, hiszen számos szépséget rejt a városi élet. Ez egy nagyon erős trend pillanatnyilag, hogy a város, mint a nem tudom, egy ilyen hideg betonrengeteg, meg ilyen kicsit ilyen absztrakt felület. Én meg lehetséges, hogy ehhez túl hedonista vagyok, és ezért éppen a dologban valahogy az élhetőséget, meg a szépséget próbálnám elkapni, vigyázva arra, hogy azért a gics határán belül maradjunk. Jövök, megyek, sétálok, biciklizek, és akkor meglátok valamit, és vagy nálam van a telefonom, vagy van egy fényképezőgépem. Jobb esetben, ha van annyi időm, akkor leülök akvarelezni. Úgyhogy tényleg csak az hogy egyszerűen megfog az adott téma. Az építészeti karakternek is nagyon nagy fontossága van a város megközelítésben, igazi urbánus alkat tehát aki. A városban is, ezt én nagyon fontosnak tartom, a kortárs művészet a várost általában az elidegenedés, a szorongás, a magány terepének tartja, és Takács Márton jól érzi magát ezekben a városokban. Valami olyan atmoszférát árasztanak számomra a képei, hogy városban élni jó. Ez nem baj, ezt ki lehet mondani, és ezt ő képes megfesteni. Másrészt valóban igaz, hogy kevés a figura, de ha van, akkor viszont azoknak nagyon erős a hangsúlya, noha látszólag nem csinálnak semmit. Valakikkel beszélgetnek, újságot olvas, föltámaszkodik, de mégis ezek az intim jelenetek azt mutatják, hogy azok is élnek a városban. Tehát ez egy nem holt város, és ez az egy-egy ember, ez nagyon nagy fontosságot ad a képeinek. Én tehát abban látom az eredetiségét, hogy mint urbánus festő jól érzi magát a városban, és még ami nagyon fontos, hogy igazi fényárnyék festő. Tehát a sötét hangulatokat, a fényeket és az árnyékokat hallatlan, kitűnő képességgel képes vászonra vinni, és ez még plusz növeli a képeinket.
helyének a látványosságát. A művész azt is elmondta, mit gondol az átalakulóban lévő fővárosról. Valóban szépül. Azt azonban, ez egy nagyon furcsa sajátsága ennek a városnak, hogy mintha a helyszínei kulisszák lennének gyakran, amik aztán valahogy nem telnek meg ugyanolyan módon élettel, mint a hasonszőrű, nem tudom, párizsi, londoni, nem tudom milyen nyugati városoknak a hasonló terei. Get ready. Festői világok címmel nyílt meg a Csontvári Művészeti Udvarházban a kortárs festészet jeles képviselőinek alkotásaiból rendezett kamara kiállítás. Az új kulturális intézmény névadójának, Csontvári Koszka Tivadarnak a tiszteletére. Az egyhetes kortárs művészeti fesztivál a Magyar Festészet Napja alkalmából rendezett képzőművészeti válogatáson több neves alkotó mellett Orosz János is kiállította a legújabb képét. A Turkálók megjárta már a vásárhelyi kiállítást, ahonnan hazahozva tovább dolgozott a festményen. Állítása szerint finomítani szerette volna erős társadalmi mondani valóját. Az emberek ott a turkálnak a szemétbe. Ez egy eléggé általános és mindenhol felfedezhető. Volt egy elképzelésem, hogy fogok csinálni egy olyan sorozatot, hogy emberek a szemétben. De aztán rájöttem, hogy túl magyarázó jellegű, és olyan szégyelősek vagyunk, hogy nem szeretik az ilyesmit. Azt, ami negatív, azt nem szeretik, márpedig a festő az észrevesz mindent. Ennek nem az lett a címe, hogy emberek a szemétben, hanem az, hogy turkálók. Így aztán egy kicsikét más, nem olyan erős. De hát ma már az emberek ilyenek, hogy a tulajdonképpeni dolgokat, ami negatív, azt félreteszik, szeretnek élni. És nem szeretnek rá gondolni, hogy valóban, s nem csak ilyen értelemben vagyunk benne a szemétbe, mi emberek, más értelemben is. Tehát az erkölcseink is. Azt lehet általánosítani másra is. A festő elmondta, örül a festészet ünneplésének, de szerinte a képzőművészetre nem csak ezen az egy napon kellene odafigyelni. Én nem szeretem a nagy ünnepeket. És ezzel is így vagyok, hogy nem csak ma kell, vagy holnap egy festészet napja, hanem olyan kellene, hogy az emberek sokkal jobban szeressék a képzőművészetet, mert ők lesznek gazdagabbak ezáltal. A résztvevők a megnyitó után kivonultak a Hadikház elé, melynek tetőtéri műtermében élt és alkotott Csontvári Koszka Tivadar. A ház emléktáblája előtt a rendezvényt szervező Atlasz Gábor festőművész emlékezett a festő itt töltött éveire, és arra, milyen szerencse kellett ahhoz, hogy halála után ne tűnjenek el nagyértékű munkái. Az önkormányzat a résztvevők jelenlétében megkoszorúzta Csontvári emléktábláját. A Karinti Szalon legutóbbi kiállításán a Föld nevű bolygót vehetjük szemügyre olyan szemszögből, ahogyan azt ritkán láthatjuk. Baranyai Levente festőművész madártávlatból tekint le bolygónk legkülönbözőbb szegleteire, hogy megmutassa nekünk, mennyire különleges látványt nyújt messziről az ember alkotta világ. A malajziai kikötő, az Ulánbátori lakótelep, vagy a marokkói piac mind arról mesél, az állandóan pörgő, vibráló világ messziről nézve mégis milyen nyugodtnak, állandónak tűnik. Az egyik legkülönösebb tulajdonsága, hogy egy nagyon speciális perspektívát választott a képeihez, méghozzá madártávlatból készíti az alkotásait, így ábrázolja a Földünk különböző pontjait. Ez gyakorlatilag a földábrázolás, mint téma a diploma munkája óta érdekli őt, vagy akkor kezdte egy földgömb sorozattal, és
később váltott át erre az irányra. Mostanában elsősorban városok, városképeket készít, de vannak olyan munkái is korábbról, amik tájakat, illetve ma is készül például Arizonáról egy ilyen sorozat. A városokban pedig az az ő elve, hogy szeretné kikapni a teret egy pillanatra az idő világából, egy kicsi állandóságot adni egy térnek, és ezt leginkább ebből a szemszögből tudja megtenni. És így egyrészt látunk egy nagyon szép tájat, de mondjuk a mexikói ABC című képein nagyon szépen látszik, hogy ugyanakkor látjuk mögötte azt a nyomornegyedet is, ami körülveszi. Tehát picit pillanatképet mutat talán a világunkra. Leginkább a Földről szeretne olyan pillanatképeket mutatni nekünk, ami több, mint a fotó, mert egy képnek mindig egy picit több az ábrázolási lehetőség, egy kicsit több lelket tud belevinni talán a művész, nincsen annyira hozzákötve a realitáshoz, de mégis reálisak maradnak és felismerhetőek maradnak a képek, és egy kicsit kivesznek abból, hogy a táj mindig változik, ezeken a képeken megmarad nekünk egy táj részlet a világból. Baranyai Levente a légi felvételeken túl a Google Maps mindent látó műhold felvételein keresztül fürkészi a fellegekből a világ tájait, bemutatva azok egzotikumát és színességét. Nyilván ebben benne van az is, hogy mi az, ami mutatós felülnézetből. Ugye nagyon izgalmas helyszíneket választott, mint Marokkó, Ulánbátor, vagy éppen Mexikó, vagy Malajzia, ahonnan a Szöre-Szabadkikötő van. Tehát egzotikusabb helyeket választ, ezeknek a színvilága, a picit mássága, mint egy európai környezet, még érdekesebb, vagy még izgalmasabb egy európai ember számára, de az itt lévő képek között szerepelnek a szürkület sorozatból is munkák, ahol a helyszín Angyalföld, vagy éppen Új-Buda. A művész térképhatású képeihez extrém mennyiségű festéket visz fel a vászonra. A nem mindennapi technika így egyedi térbeli hatást kölcsönöz az alkotásoknak. Valóban van egy olyan háromdimenziós hatása is a munkáinak, hogy a rákerülő festék réteg olyan vastagsággal bír, hogy ad egy plusz teret gyakorlatilag, illetve ez emiatt van az is, hogyha nagyon közelről nézzük, akkor ilyen mozaikszerűen elvesznek ezek a képek. Igazán teljes valójukban akkor mutatják meg magukat, hogyha távolról tekintünk rájuk. És hogy mi végre készültek a világot bemutató felülnézeti festmények? Baranyai nem címez társadalmi vagy környezetvédelmi üzenetet a befogadóhoz, inkább gondolkodásra készteti őt. Nyilván megvannak a maga gondolatai, de igazán nem akar ilyen jellegű konceptuális üzenetet továbbítani, éppen hogy szeretne ezzel szembe menni. A művész mottója, amit nagyon előszeretettel mond el, hogy a művészetet érezni és nem csak érteni kell. Én azt gondolom, hogy inkább vágya az, hogy lássuk magunktól, hogy mi minden van ezek mögött, a világok mögött, és közben lássuk a szépségét is, mint hogy valamilyen akár környezetvédelmi, akár társadalmi koncepciót kívánjon bemutatni ezekkel.